A négy napos pontyfogó kupával párhuzamosan zajlott a Paksi Atomerőmű Horgász Egyesület Füzes Taván a Tolna megyei egyéni Féder bajnokság első fordulója. A sorozat 6 állomásból áll, és a legjobb 5 eredmény számít a végelszámolásnál. A paksi megmérettetésre a régióból 34-en érkeztek. Nyilvánvalóan mindig az adott helyszínen a helyi sportársak azok nyilván egy kicsit előnyben vannak, bár így az elmúlt héten elég sokat voltam kint itt a tavon, és meglepően láttam, hogy sokan eljöttek így edzeni, felkészülni erre a versenyre, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyjából mindenki azonos feltételekkel és felkészültséggel ült le erre a fordulóra. Tarjányi Jánosné Bátaszékről érkezett, a Füzes Tóra visszajáró vendég. Könnyű szerelékes technikával több mint 5 éve horgászik, és a rendszeres résztvevője a Tolna megyei versenyeknek. Érkezésünk pillanatában a 10. halat helyezte a szákjába. Múlt héten voltunk Mágocson, hát majdnem 28 kilóval első voltam, 28-al indultunk, akkor 6 kiló 36 dekás pontyot fogtam. Hát most ebben az évben az volt a büszkeségem, de volt már 11 kiló 80 dekás pontyom, amivel győztem is. A Féder bajnokság paksi fordulóját végül Nagy Lajos nyerte 35,5 kg-mal, az összfogás 400 kg feletti volt. A megyei sorozat május 25-én hétfőn Tamásiban folytatódik. A következő verseny a Paksi Atomerőmű Horgász Egyesület szervezésében a megyei ifjúsági és női bajnokság lesz május 17-én vasárnap a Füzes Tavon.